Hölgyeim és uraim, egy újabb Ford Mustang, tehát a háromból a második, amit ígértem önöknek. Váradi Ákos Ford Mustang 2-es 1978-ban készült az Egyesült Államokban, 2.8-as gép, a V6-os, és fűnyíró traktorra sikerült cserélnie 6 évvel ezelőtt, romos állapotban volt. Mindössze 4 évig gyártották ezt a típust, ebből a fastback karosszériából keveset gyártottak, így alkatrész is kevés van hozzá, de reméljük ma nem romlott el egy sem. Nem, kellemes volt, végig ment végig a szekér. Mindenhova időben odaértek, az irányzék is jó volt. Teljesen korrekt volt, én csak sofőr voltam, a gyerekeim voltak a versenyzők a feladatokban. Biztos élvezték ők is, és a játékokat is ők végezték? Ők csak a kerékcserét csináltam én az utánfutóra. Muszáj volt, hogy sikerült? Nem egy Forma 1-es, de összejött. És a gyerekek hol voltak a legjobban? Mindben jók voltak, gyorsak voltak. Hát akkor jó áll a csapat, most akkor az ügyességre is figyelni kell. Hát igen, már úgy mondom, inkább szép autó, mint gyors autó, de azért végig megyünk. Az azért az a fontos, ezeken a veterán találkozókon hány lóerő van még azért benne? A maradék, tehát a 130 körül volt, még szerintem egy 100-110 van az érdemben. Na jó, mindjárt megnézzük, akkor a gyerekekkel együtt biztonságos megérkezést kívánunk az ügyességi versenyen. Jön közben a Moszkvics, billeg, ahogy szokott, de szépen. És akkor mehetünk tovább, a második legfiatalabb osztánk a pályán. És egy újabb sportos géposztálya, a Volkswagen Scirocco folytatja a versenyt. 81-es kiadás, V6-os benzines, 5-ös váltóval. Patrick Nagy érkezett vele, és eredeti állapotban van. Ahoj! Jó vagytok? Nem tudod, nem baj. Remélem, hogy nem akarsz nyilatkozni, jó van. Hát akkor csak így gyorsan elmondom, hogy a Scirocco jól néz ki. 81-es, tehát 30 éves kortól lehet veterán kategóriában indulni, ez a C kategória, ugye, és ez egy 32 éves darab, szépen egybe van, úgyhogy meg lehet nézni, a szlovák barátaink általában Losoncról érkeznek, úgyhogy ők jönnek majd most néhányan a sorban, szépen. Losonciak, tehát nagyon szeretik a találkozót. Holnap megnézhetjük az ő autóikat is, és Robert Brenda egy fantasztikus motort, a mai nap legidősebb motorját hozta, remélem ő is felbukkan még majd. Úgyhogy ezt is megnézzük, holnap pedig meg lehet közelről nézni, akár a motortérbe, a utastérbe bekukkantva, egy gyöngyösi felvonulás után, körülbelül 10-től délig, és akkor kiadjuk a győzteseknek járó díjakat, a kategória első három helyezettjei, és van egy 10-12 külön díjunk is, érdemes velünk tartani és megnézni, hogy kik voltak a legjobbak. Ma pedig jön majdnem sokára a Szevasz zenei tehetségkutató döntősei, négyen vannak a popo döntőben, Király Viktor és Linda lesz a zsűri, és este ők adnak koncertet majd élőben. A 28-assal Miroslav Priatka Fiat 131-ese, ugyancsak a C kategóriában a 77-es kiadású géppel érkezett. Nézzük, van-e valami 6 hónapja jutott vásárlás óta, nincsen vele semmi problémája, az 1.6-os benzines gép, Fiat 130 Mirafiori nevet viseli. Ne? Jó vagytok? Hello! Igen, jó vagytok. Valami? Jó vagyok, köszönöm. Hogy ment a délelőtti utam? Autó rendben volt? Autó nagyon rendben. Tudtad, hogy merre kell menni? Valami, tudom. Muszáj próbál. Próbáltál akkor, remélem. Jót játszottatok, jól éreztetek magatokat? Nagyon jó.
Gyekujem, gyekú. Köszönjük szépen. Losonci csapat. Ahó, elindult a film.